Gratulálok a győzelemhez. Én úgy láttam, hogy a csapat a szívvel lélekkel játszott ezen a mérkőzésen. Így van, szívvel lélekkel játszott a csapat, és azt mondanám, hogy jól játszott a csapat. Nagyon taktikusan, fegyelmezetten, a megszerzett labdákkal nagyon jól indultunk a kapu, az ellenfél kapuja elé, és amint láthatta a közönség és a tévénézők is, rengeteg helyzetet alakítottunk ki. Az megint más dolog, hogy nem tudtuk esetleg kihasználni, és nem tudtuk hamarabb eldönteni a találkozó sorsát. Egyenlő feltételek voltak, mert szombaton játszott a Ferencváros, és mi is szombaton játszottunk, mert sikerült előrehozni. Az MLS megengedte, hogy hamarabb játsszuk a dolog elleni mérkőzést, tehát ugyanazokkal a feltételekkel tudtunk a Ferencváros ellen pályára lépni. Hál' Istennek a játékosok nagyon jól regenerálódtak, jól sikerült a pihenőjük, meg jó állapotban is vannak. Úgy néz ki, végigbírták a mérkőzést dinamikába, futómennyiségbe, minőségbe, és játékban is abszolút az ellenfél fölé nőttünk, úgy védekezésben, mint támadásban egyaránt. De a 64 között kiestetek a Magyar Kupában, mi történt ezen a mérkőzésen? Hát körülbelül, mint az előző meccset. Nagyon gyenge kezdtünk az egész első fél, még az egész, mondhatjuk az egész meccs alatt nem pörögtünk föl, nem játszottunk keményen, és ez megbosszult magát. Szerintem teljesen megérdemelt a kisvárda továbbjutás. Úgy tűnt, hogy a szünet után azért felpörögtetek, változott a játéknak a ritmusa a részetekről, de mégsem jött a találat, ez volt a baj? Hát az is kevés volt, azt én is valahogy másik fél kicsit jobban nézte ki, de azért az messze jótól. Kezdem fél kettő, nem egy barátságos időpont meccsnek, viszont itt nagyon-nagyon sokan voltak, mindig ilyen nagyon sokan vannak a meccseken? Nem, ez egy kiemelt mérkőzés volt. Nyilván kiszoktak látogatni szurkolók a hazai találkozókra, de természetesen nem egy ilyen. Nyilván ez a Ferencvárosnak is szólt, és arra számítottak, hogy egy jó mérkőzést fognak látni. Szerintem egy jó mérkőzést láttak, ami egyértelműen nekünk kedvezett. Pedig előtte beszélgettem a szurkolókkal, és ők azt mondták, hogy futballázan Kisvárdán, szeretik a csapatot, és szeretik az edzőt is. Így van. Tehát szeretik a csapatot, és örülök neki, hogyha ezt mondták. Hál' Istennek jól játszik a csapat, gyűjtögeti a pontokat, és ma is bizonyította, hogy igen, tud ez a csapat nagyon jól futballozni. Olyan játékosok alkotják a keretet, akik szeretnek dolgozni, úgyhogy nagyon jó és könnyű velük dolgozni, és úgy néz ki, hogy sikerült összerakni a csapatot. Természetesen ehhez kellettek az eredmények. Jól indult a csapat, és utána ezek az eredmények ezek természetesen kovácsolják a csapatot, és nagyon együtt van a társaság, egymást segítik, úgyhogy szeretünk együtt dolgozni, szeretek velük dolgozni, mert nem kell őket noszogatni, mindent megcsinálnak, amit az ember kér tőlük. Nagyobb különbséggel állnak a harmadik helyezett előtt az MB2-ben, és csak 4 pontra az MT2-től. Téma már itt az MB1? Nem foglalkozunk vele, azzal foglalkozunk, hogy a következő mérkőzésen begyűjtsük a 3 pontot, mert mi minden mérkőzésre úgy készülünk, hogy nyerni akarunk. Természetesen erre a mérkőzésre is úgy készültünk, hogy megmutatjuk magunkat, megvédjük a presztízsünket, és azt kértem a játékosoktól, hogy ez egy ajándék tulajdonképpen ez a mérkőzés, tehát játszanak bátran, nyugodtan, és meg is mutatták a játékosok, hogy tudnak futballozni, és most a holnaptól pedig a következő mérkőzésre fogunk koncentrálni, amelyen természetesen ugyanúgy lesz, az lesz a célunk, hogy megnyerjük a találkozót, mert minden mérkőzésre úgy készülünk, aztán utána majd a mérkőzésből kiderül, hogy mennyit lehet abból hozni az eltervezett győzelemből.